Három nap, három remek mű. Giuseppe Verdi születésének 200. évfordulója a Kolozsvári Magyar Operában. December 6-án Szent Johanna, 7-én a Haramiák és 8-án Luisa Miller, a Verdi év és a kolozsvári kultúrélet kiemelkedő eseményének művészeti vezetője Selmeci György. Három nap, három remek mű. December 6-án, 7-én és 8-án este 6:30-tól a Kolozsvári Magyar Operában. Tulajdonképpen minden ilyen nagy életmű, ilyen nagy kultikus életmű, mint a Verdié, általában hordoz olyan elemeket, amelyek valamelyest háttérben maradnak a slágerekhez képest, hogy így mondjam. Ugye Verdiről mindenkinek a Traviata, vagy a Rigoletto, vagy a Trubadur, vagy az Aida, vagy az Állarcos bál jut eszébe, ugye, de azt látni kell, hogy itt egy hatalmas és titokzatos életműről van szó. Egy olyan komponista műhelyében vagyunk, amelyik folytonosan a műfajnak a kiteljesítése irányába törekedett. Ő volt az, aki hallatlan invencióval óriási lehetőségeket látott, színpadi, drámai és zenei lehetőségeket egyaránt látott magában a műfajban, és ezért végeredményben minden gesztusával a határokat próbálta feszegetni. Minden gesztusával azt kísérletezte, hogy milyen dramatikus, további dramatikus hatások érhetők el az opera színpadon. A három Schiller opera, ami a 40-es években született, az egy köztes időszak Verdi életében, már túl van az első nagy sikerein, és valóban annyira sikeres, hogy bizonyos értelemben az egész európai operajátszást meghatározza. Ugye a Nabuccónak a berobbanása, a Lombardok például, ezeknek mind túl a zenei értékein, meg a drámai értékein, közéleti értékei is voltak. Bizonyos értelemben az olasz közéletet is befolyásolták, az olasz gondolkodást, a Risorgimentónak a hátteréül szolgáltak, az érzelmi hátteréül, elképesztő mozgósító hatásuk volt. Most Verdi ezeknek a nagy sikereknek a csúcsán is képes volt arra az önvizsgálatra, hogy valamelyest saját maga is analizálja azt a szerzői nyelvet, azt a stiláris nyelvet, amelyet beszél a Nabuccóban vagy a Lombardokban, és egy megújulásról dönt ebben a pillanatban, mert látja azt, hogy egy mozgékonyabb, dinamikusabb drámai forma az, ami tovább lendítheti a műfajt. Ugye mindenki más, gyengébb képességű ember valószínűleg örömében még 8-10 Nabuccót írt volna, ugye, hogy kihasználja a siker lehetőségét. Ő azonban nagyon pontosan tudta, hogy ezt a nyelvet meg kell újítania. És így Schillerhez fordult, Schiller művészetéhez, ami önmagában is egy különlegesség, hiszen egy ennyire nagyon olasz szerző, mint Verdi, ugye a németségnek a nagy költőjéhez fordul, ugye ez hallatlanul érdekes, egy nagyszerű európai gondolat. És ebből jöhetett létre ez a három egymástól egyébként független Schiller opera, amelyet mi fűztünk a trilógia egységébe. Egyrészt, mert a drámai gondolatmenet sok esetben közös, éppen Schiller révén. Másrészt mi magunk teremtettünk egy olyan egységes vizuális világot, olyan díszletelemekből alakítottunk ki egy sorozatot, amelyeket a legkülönbözőbb módon lehet felhasználni. Kicsit úgy kell ezt elképzelni, mint amikor a gyermek legózik, és a különböző módozatok szerint tudja összerakni a különböző elemeket. Nos, hát így született a trilógia ötlete. Mi magunk arra gondoltunk, ugye, hogy a bicentenáriumot nem feltétlenül kell
a 10.000. traviátával ünnepelni, hiszen az amúgy is ott van a repertoáron, és hogy úgy mondjam, a kötelező olvasmányok közé tartozik. Mi most ezt a különleges oldalát akartuk Verdinek megmutatni, talán éppen azért, mert ezek a művek rendkívüli modernitást rejtenek magukban. Saját korához képest ő hallatlanul modernül gondolkodott. Bizonyos értelemben meg is haladta korának a közízlését, és talán ezért is lehet az, hogy ezek a művek nem gyökeresedtek meg a repertoáron. Noha ma már egyre többen persze felfedezik őket, és ha az ember átnézi a bicentenárium programját Nyugat-Európában vagy Amerikában, akkor találkozik azért ezekkel a címekkel, de természetesen nem abban a bőségben, ahogy a slágereket játszák. Mindent egybevetve azt gondolom, hogy egy hatalmas teljesítmény születik éppen itt a szemünk előtt. Egy egészen rendkívüli teljesítmény, ami mint egy 150 embernek a napi erőfeszítését és a napi elszántságát és a remek művekben való elmélyülését kívánja. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy mindnyájunk művész életének egyik nagy kalandja ez. Itt a döntő szempont az érzékenység volt, az egyik oldalról, hogy elég érzékenye a műfajnak a sajátosságaira. Képes-e tudomásul venni azt, hogy itt nem lehet egyszerűen mechanikusan átemelni a drámai színháznak az eszközrendszerét, hanem itt nagyon speciálisan operai fejjel kell gondolkodni egy rendezőnek. Szintén szempont volt, hogy ki az a három tehetséges ember, aki hajlandó ezeket a játékszabályokat elfogadni, hiszen egy létező térbe, egy létező díszletelemek közé jött. Ugye Szőcs Artúr használja ezt a kifejezést minden esetben, hogy a talált tér, ugye a talált színpadi tér. Ő is itt megtalált egy színpadi teret, és ebben gondolkodik, ennek a szellemében alakította ki a rendezést. Úgyhogy elég egyértelmű volt, hogy ők hárman lesznek, mindhármajukat korábban is ismertem, a munkáikat, úgyhogy hála Istennek ez egy szerencsés kiválasztás volt, vagy szerencsés kézzel választottam itten a rendező partnereket. Ezt abból merem leszűrni, hogy az énekesek, a társulat maga is nagy rokon szemmel fogadta a munkájukat. Egy korábbi verzióban, a projektnek egy korábbi megfogalmazásában eredetileg úgy volt, hogy én fogom rendezni mind a hármat, és viszont három különböző karmester lett, tehát pont fordított lett volna az eset. Ezért én már akkor nagyon határozottan, bizonyos értelemben magával a projekt ötletével egyidejűleg született ez a vizuális ötlet, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy olyan színpadi szobrászati testeket létrehozni, olyan absztrakt szobrászati testeket, amelyek elsősorban ugye fosszíliákat juttatnak eszünkbe, mint hogyha valamiféle régészeti leleteket nagyítottunk volna fel, amit ugye elmúlt korok hagytak ránk és megkövesedtek a föld alatt. Tehát az a formai közösség érdekelt, ami a fosszília és a kortárs szobor között van. Ez egy nyelvi közösség, a régi és a nagyon új között. És ezt próbáltam megfogalmazni, éppen azért, hogy ne kölcsönözzek eleve funkciót ezeknek a testeknek. Ugye nem szék, de ha ráül, akkor székké változik. Nem ágy, de ha ráfekszik, akkor ágyjá változik. És így tovább végig haladhatunk az összes ilyen díszletelemen. Minden esetre ezt tudom mondani továbbra is, ezt a műhely munkának és a szellemi művészi kalandvágynak a jelentősége, hát az itten felértékelődik ebben a produkcióban.